Hello, srácok, én Pigyó vagyok, ez meg itt egy ilyen fallabdás játék. Ugye 5000 achievementet lehet bent elérni. Én már elkezdtem a játékot, nem tudom pontosan most mennyinél vagyok, de folytassuk tovább. Azt mondja, hogy continue, csak annyi az egész, hogy a... Tehát az egére lefel kell, ugye, és mintha gyorsulna mindig egy kicsit. Ugye a szinteknél. Tehát lássuk, 34, ugye most ki is ment a labda, nem figyeltem, de ugyanúgy adja az achievementet, ilyen kis egyszerű achievement szerző játék. 5000-et lehet elérni bent, ugye 2851-et mutat. Semmi extra, csak én azt vettem ugye észre, hogy bizonyos szint után, tehát így megy felfelé 10-11, stb. Kicsit, mintha gyorsulna. Ugye figyelni kell. Most ugye a játéknak a nevét nem tudom pontosan így kimondani, mert valami iszonyat hosszú. De majd le fogom írni. Ugye ezek a játékok még nagyon régen ilyen Atari gépeken, ha jól emlékszek, ilyen kazettás gépeken voltak. Ja, most ki is ment. Hoppá! Jó voltak azok az idők. Legalábbis amire én emlékszem. Na, itt van ugye a hatosnál, hogy begyorsult. Nekem mondom, még volt kvarc játékom is. És akkor talán utána jöttek ezek a kazettás dolgok. Meg ilyen Sega, stb. Ilyen Atari. Aztán utána jöttek ugye ezek a Commodore gépek, ha jól tudom. Aztán utána jöttek a számítógépek, tehát a... Ami már úgy mond. Nézzük, mennyit, nem is tudom, annyit ír 3000, nagyon figyeltem ám itt azért, az achievementeket. Kicsit olyan Matrixos a kinézet, szerintem. De közepe legalábbis. Mi azok a betűk. Ah, kiengedtem. Egyébként úgy nem adja az achievementet egy bizonyos idő után, hogyha így megállsz, mert ugye vannak olyan achievementes játékok, ha csak simán csak állsz a játékba, úgyis megadja, de ez nem olyan. Tehát ugye itt dobálgatja ki az achievementeket, de hogyha megállsz, mondjuk a labda mondjuk így megállna, vagy lepauzézod, akkor utána nem adja. Tehát, ha csak játszasz vele, akkor csak úgy adja az achievementeket. Négyezer, állítólag 5000. Nem tudom, talán jó számol, vagy majd meglátjuk. Ha megáll, akkor én is megállok. Ez még itt nagyon egyszerű. Most itt 17 fele. Régé pattog. Nem is tudom, meddig felmentem vele, 35-ig, vagy nem tudom pontosan. De jók voltak azok a korszakok. Meg az Atari is. Meg a kazettás korszakok. Hát meg ugye Commodore gépeknél is. Floppy volt, meg ugye Magnó kazetta. Csak ilyen kazetta. Nézzük, 4400. Most tudom, miket ad ilyen figurákat, cseresznye, alma, kismacska. Ez
az nyuszi akar lenni? Ott meg gondolom valami. Na már így a 20-as fele. Gyorsul. Ej! Áh! Nem baj, azért csak így adja. 1700. Szerintem, mintha ugyanazok a figurák lennének egy idő után. De nem akartam az elejét, mert ne legyen hosszú, mert nagyon ez a unalmas. Mondjuk lehet, hogy nektek így is unalmas lesz, de... Gondoltam... Áh, még számolja, 5021. Akkor ez most így meddig megy? Ugye 5000-et írt, most meg 5000... 5100... Valamennyinél vagyok. Vagy másmilyen módon számolja. Ha most nem dobná a sűrűen zacsit, talán végeztünk is. Úgy néz ki szerintem, hogy megvan minden. Kicsit még azért ellabdázgatunk. Hát ha. De szerintem nem. Szerintem megvan mind. Meg is állítom szerintem, srácok. A menü az ilyen egyszerű, settings van ugye, volum, SFX volum, screen volt ugye. Na jó srácok, ennyi lett volna ez a kis fallabdás játék. Találkozunk legközelebb is, én Pinya voltam, sziasztok!